vigyázzak, tehát dolgozunk. Tehát megvan a sajtmártásunk, gondosan ráöntöm az egyik felét az egyikbe, a másik felét a másikba. Nem mindig csinálok kettőt, mert ezt lássuk be. Igen. Úgy. Kár lenne ott hagyni. Úgy. Kiváló. Az a francia. De az nem van, mert is csak francia. Finom. Szerintem is. Igen. Most jön az, hogy... Most jön az, hogy ezt teleforgatjuk. Igen. Kicsit. Igen. De is beleforgatjuk. Ugyanúgy. Ilyenkor. Igen. Nagyon jó. Kolbász megy az egyikbe. Egyikbe kolbász rakom. Egy jó kis rokogos. A másikba. Szintén ropogós, kipirított békon. Békon, mert nem szeretjük a zsírt benne. A sajt úgy is rak bele eleget. Kész. Nagyszerű. Öt. És hozzám beleforgatjuk. Igen. Úgy is bele fog mélyedni. El fog benne süllyedni. A másik. És mi történik majd ezzel? Mindjárt belerakjuk a formákba, és betudjuk a sütőbe. Kész. Mennyibe igaz a sütőben? 15-20 percig. Nem kell sokáig. Hány fokon? 180. Más kérdés?